Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café. Folytatjuk a megkezdett beszélgetést Balázs Lászlóval, a Kanizsai Vízilabda Sport Egyesület elnökével. Sok mindenről beszéltünk már, és sok mindenről beszélni is fogunk még a hátralévő két napban. Szervusz elnök úr, köszöntelek tisztelettel. Szervusz, ma is. Köszöntelek benneteket és nézőket. Jövő hétvégén ismét egy rangos torna helyszíne lesz Nagy Kanizsa. Beszélgessünk egy picit erről. Azt gondolom, hogy hadd udvaroljak egy picit. Egy rangos tornát rendezni csak olyan klub, amely önmagában is rangos. Akinek vagy amelynek a meghívását elfogadják, jó csapatok, amelynek van annyi tehetsége, szellemi ereje, anyagi erőforrása, hogy tornát rendezzen, és amely akar valamit az élettől, mert egyébként ugye nem szoktunk tornákat rendezni, hanem el vagyunk a saját sportágunkban. Ezzel a három megállapítással, ha egyet értesz, egyet értek, persze. Akkor beszéljünk egy picit a jövő péntekről és a szombatról. Jó. Tehát mi most harmadik alkalommal, hogy mi rendezhetjük a Magyar Kupa csoportmérkőzéseit. Annyit kell tudni az egész tornára a versenykírás szempontjából, hogy itt a magyar Benu, úgy most már úgy hívják, hogy Benu férfi Magyar Kupa, hogy itt minden egyes OB1-es csapatnak kötelező az indulás, és többi más csapatok is nevezhetnek. Ez az, amit egyébként a Szolnok, csapatok, az Eger, a Fradi és hasonló nagy csapatok szoktak nyerni. Így van, pontosan. Tavaly ugye a Szolnok-Eger döntő volt. Most ennek egyetlen egy dolog van ebben az egészben, hogy a versenykírás azt tartalmazza, hogy amennyiben alsóbb osztályú csapat nevez a tornára, és rendezni is kíván csoportmérkőzéseket, akkor azt minden esetben az alsóbb osztályú csapatnak kell ítélni. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, most nem tudom, szerencsés vagy szerencsétlen, hogy OB1-B-s csapat, tehát másodosztályú csapat egyetlen egy mi vagyunk, akik neveztünk a Magyar Kupában. Komolyan mondod. Igen. És ez most már három évben folyamatosan így van, tehát alsóbb osztályú csapat talán nem is tudok egy rajtunk kívül, de most az idén. Hadd idézzem saját magam akkor azt a kitételt, hogy amelyik akar valamit. Hát így van, pontosan. Pontosan. Voltak itt az elején kis, hogy mondjam, az első évben egy ilyen kis bizonytalanságok a nagyobb csapatok, az első osztályú csapatok, mert ugye itt Kanizsán nem is nagyon játszottak még. Ezt tudni kell a kanizsai medencéről, hogy éppen csak, hogy megfelel a szabványoknak, és ugye az OB1-es csapatok, elnézést, nem ahhoz szoktak hozzá, hogy itt gyakorlatilag egy másfél sávval szűkebb a pálya. A hossza az adott, csak szűkebb. Az egyik problémája, tehát eleve más játékot, valamennyiben kicsit másabb játékot igényel, illetve a másik probléma az, hogy nem elég mély a medence. Tehát azért egy 1,90 nem fölüli játékosnak a lába gyakorlatilag leér. Jó, de hát ez mindenkinél igaz, tehát ez mindenkinél játszik. Bocsánat, hadd vágjak közbe. Nézők pontosan tudják, hogy a 4 heti adást egyben rögzítjük, ezért mondom jövő időben, hogy holnap, azaz szerdán, de ez az adás, ez csütörtökön lesz látható, mindegy. Szerdán rendezték a Zalakomár Gyirmót Magyar Kupa mérkőzést. Ugye Zalakomár frissen följutott labdarúgásról van szó a Megye 1-be, a Gyirmót meg most NB1-es, úgy hozta a párosítás, itt lesz Zalakomárban, az alacsonyabb osztályú csapatnál, és a Komáriak edzője azt mondta, ehhez kapcsolódik majd a kérdés, hogy persze úgy állnak oda, hogy akkor történjen bármi, és harcolni fognak, és küzdeni fognak, és az ő malmukra hajthatja a vizet, hogy ők a saját pályájuknak az összes hepehupáit, hiszen nem NB1-es pályáról van szó, analógia azzal, amit te mondasz, ismerik, így ők tudják, hogy melyik fűcsomóról merre pattan a labda, az NB1-es ellenfél nem tudja. Ez, amit te most az előbb mondtál, ebben az analógiában előny lehet-e a kanizsaiaknak? Hát valamilyen szinten. Mi ismerjük a pályát, ugye? Valamilyen szinten igen, bár hangsúlyoznom kell, hogy azért a mi OB1-B-s csapatunk azért Budapesten edz a hétközben, és minden második hétvégén játszunk itthon, de azért mi azért már ebben a pályán azért képbe vagyunk. Tehát valóban valamennyi előnyünk talán számolni. Bocsánat, közbevágtam, de itt éreztem aktuálisnak, folytatjuk. Világos, teljesen jó volt az asszociáció. Tehát az idén is pályáztunk a rendezésre,
és természetesen mi is rendezhetünk fordulót. Mindig nagyon neves együtteseket kaptunk ide a csoportban, hát az idén sem lesz másképpen. 5 fős a csoportunk, a bajnok Szolnok látogat hozzánk, az UVS-e, a Tatabánya, na most nem úrik be gyorsan negyedik név. És Honvéd, még egy bocsánat, igen. A Honvéd, így van. Így van, annyit tudni kell, hogy 2 napig fog zajlani a torna, mind a 2 nap 5 mérkőzés zajlik. Pénteken 11-kor kezdődik az első mérkőzés, a második mérkőzésen játszunk mi az UVS-ével, és a délután jön 3 órakor pénteken a Szolnok Nagykanizsa összecsapás, és vasárnap pedig szintén 2 mérkőzést játszunk, akkor a mérkőzések 10 órakor kezdődnek, azon a napon a Tatabányával fogunk játszani, és a Honvéddal. Ki jut tovább? Már ne a csapatot mondd meg, hanem a hanyadik helyezettek. Első 2 helyezett fog tovább jutni, ami hát nekünk a tisztes hajtálása fontos, illetve az, hogy azért a bajnokság, mivel a bajnokság 24-én kezdődik, pont azon a hétvégén a Magyar Kupa van, pontosan ez miatt nekünk át is kellett tenni az első mérkőzésünket hétköznapra, a Honvéd ellen játsszuk az első fordulót. Ezért nagyon jó felkészülésképpen azért az, hogy 4 mérkőzést játszunk 2 nap alatt neves csapatok ellen. Azt tudni kell, hogy az OB1B bajnokság sem indult még be, az is még csak jövő hét utáni héten kezdődik, tehát mindenki most a felkészülés úgymond a legvégső szakaszánál tart. Tehát a Szolnok meg a többi OB1-es csapat is most tudja felmérni azt, hogy milyen szinten állnak. Mert ugye ők egymással is természetesen megmérkőznek, és azért nagy csaták várhatóak. A bocsánat, arra számíthatunk, pont azért, mert a bajnoki rajt előtt vagyunk, és tulajdonképpen ez a fölkészülés talán utolsó állomása a legtöbb csapatnak, hogy a sztárklubok, így a Szolnok is teljes kerettel érkezik? Ez természetesen. Ez nem volt így eddig. Előző szezonokban sem volt másképpen. Itt teljes kerettel fog érkezni mindenki. Tehát ott akkor láthatunk válogatott játékosokat is. Így van, itt azért egy pár nevet kiemelnék. Ugye a Szolnokban kis változások történtek, ugye elment a Varga Dani, többek között elment inkább azt mondom, hogy kiket láthatunk, a Nagy Viktor a kapuban, ugye akkor nem beszél arról, hogy ugye itt van a Szolnok friss igazolásai, szerb olimpiai bajnokok, éppen azt hiszem, hogy 2 vannak, akkor Szolnokban láthatjuk ugye a Varga Danit, jól mondom, mert Varga Dénes ment el, bocsánat, a Varga Danit, akkor itt lesz még a Kis Gábor centerként, a Honvédban láthatjuk a Szívos Mártont, aki most odaigazolt, itt van a Kis Gergely, 3-szoros olimpiai bajnok, szintén a Honvéd játékosa. Tehát úgy gondolom, hogy nagy neveket fogunk itt látni, és hadd ragadja meg az alkalmat arra, hogy nagy szeretettel invitáljam a tisztelt vízilabda szurkolókat, hogy minél többen látogassanak ki az úszodában. Úgy gondolom, hogy nem fognak csalódni. A pénteki napon külön felhívom a figyelmet esetleg a tanulókra, iskolásokra, hogy minél többen jöjjenek és nézzék meg ezeket a játékosokat. Úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzéseket fogunk látni. Mi a tisztes hájtálásban fogunk bízni, és hát azért a Tatabánya az egyetlen egy olyan csapat, úgy gondolom én, aki még azt mondom, hogy ott meg tudjuk őket szorítani. Ott egy ilyen kiki meccset. Hát tán, igen. Aki jön a lépésre. Igen, tavaly is itt volt a Tatabánya, valóban elég. Én például tavaly is, én úgy gondolom minden, tavaly az OSC volt itt például, mindegyikkel úgy mondom, hogy partiba voltunk játék szempontjából, most ott a több gólos különbség az egyértelmű. Tehát ez nem kérdés. Elnök úr, azt mondd meg nekem, ha már Szolnok, hogy mondjuk egy ilyen hát nemzetközi sztárcsapat, mert a Szolnok vízilabdában annak számít, ellen mire lehet számítani? Tehát mondjuk a kanizsaiak egy Szolnok ellen, amelytől szerintem Olaszországtól, nem tudom, Németországig akár rettegnek, hogyha játszani kell velük, ugye ismerjük a nemzetközi eredményeket, a kanizsai fiúk hogy ugranak a medencébe? Jó, egy sportoló mindig győzni akar, tehát az teljesen természetes, de hát azért tudjuk, tehát nem mindegy, hogy bocsánat, hogy futballszakos vagyok, hogy megyei első osztályú csapatként
rossz az analógia, a Barcelonával kell játszanom, vagy a Gyenes Diással. Viccesen fogalmazott meg, hogy nem sok jóra számíthatunk a Szolnok ellen, mondhatni úgy is. Hát én úgy gondolom, hogy azért ezek a játékosaink közül nem mindenki játszott azért ilyen nagy nevek ellen, főleg itt a fiatalokra gondolok, tehát itt az utánpótláskorú játékosaink azért az, hogy egy 97-es születésű gyerek játszhat egy olimpiai bajnok ellen, az neki hatalmas, hatalmas nagy motivációt jelent. És a fő tudja dobni őt az egész szezonra végig. Tehát itt azért lesznek olyan játékosok, akik életükben nem játszottak még ilyen nagy nevek ellen. Tehát nyilván egyrészt élmény. Hogyne. Az élmény a nézőknek, élmény a játékosainknak, és azért bizonyos szempontból erőfelmérő is. Titeket mi érdekel ebben a Magyar Kupában? Ha már másik OB1-B-s csapat azt mondtad, hogy nem jelentkezett, Nagy Kanizsa miért teszi? Nagy Kanizsa azért teszi, mert úgy gondolom, hogy ez a kanizsai, meg a Kanizsa környéki, mert az hangsúlyozom, Kanizsa környékéről is vannak olyan szurkolók, ismerek konkrétan nem olyan sokat, de hármat, négyet, akik minden egyes mérkőzésre bejönnek a vidékről, mert ők vízilabda őrültek. Uh-huh. Tehát ilyen szinten. És mi azt szeretnénk, hogy ezzel még több gyereket vonzunk a vízilabdába. És ezért is próbálunk most meg ebbe az évben több marketing dolgot befetszelni ebbe, hogy minél több néző legyen. Ennek akkor van értelme, úgy gondolom, hogy minél több nézőt vonzunk, minél több néző legyen. És az OB1-B-s mérkőzéseinken is minél több néző legyen majd itt. Mert sajnos ezzel is küzdünk, hogy nem nagyon vannak nézők az úszodában a vízilabda mérkőzéseken. És megpróbálunk idehozni egy olyan közeget, hogy ami élvezetes a nézők számára. Nekünk ez a vonzó, ez elsősorban a cél, másodszorban pedig természetesen az, hogy egy nagyon-nagyon jó felkészülés az OB1-B-re, az OB1-B-s csapatunknak a bajnokságra. Egyébként anyagi erőforrások tekintetében, struktúrát illetően, játékosokat nézve Kanizsa elbírna akár egy OB1-es csapatot is? Ugye beszéltünk az előző napokban arról, hogy már majdnem volt egy lehetőség, amikor például a város is azt mondta, hogy mellé állna. Nektek is megvolt a szándékotok, akkor nem úgy alakult, de hogy mondjuk lehetne akár kanizsai OB1-es vízilabda csapat? Hát nekünk azért kimondott célunk is mindenképpen az, hogy mi már nagyon régóta fönn vagyunk az OB1-B vonalában. Én úgy gondolom, hogy ez a város, most meg ez az egyesület már megérdemelni azt, hogy följussunk az OB1-B-be. Most azt mondom azért is. OB1-B-be. Ezt mondom csak azért is, megerősítésképpen mondom ezt arra, hogy két éve, amikor négyek lettünk, és amikor beszéltem múltkor arról, hogy majdnem úgy följutottunk, akkor elhangzott egy olyan szó a szövetség részről, ami nagyon-nagyon jó esett, hogy ők mindenképpen szeretnék, hogy Nagy Kanizsa kerüljön föl az OB1-be. Ismét egy vidéki fellegvár. Lenne Nagy Kanizsa OB1-es szempontból. Ugyanis azt tudni kell, hogy a Nyugat-Dunántúlon, Győr-Moson-Sopron, Vas-Zala megyében nincs OB1-B-s csapat, sincs kivétel most, mert most került fel a Szombathely az OB1-B-be, az OB2-ből. Legközelebbi OB1-es csapat ugye Kaposváron van, aztán Pécs, ahol hangsúlyozom. Tehát ez a Nyugat-Dunántúli vonal, ez ilyen szempontból nagyon lukas. És bizony ezt a szövetség is nagyon szeretné, hogyha, ezt konkrétan ki is mondták, hogy nagyon szeretnék, hogyha mi jutnánk föl, és akkor is jobban szerették volna azt, ha mi megyünk föl, és nem az Íbül, aki megint egy budapesti csapat, de hát sajnos a szabályok ezt tették csak lehetővé. Tehát úgy gondolom, hogy fönt a szövetség részről is, és mi nekünk a célunk is az, hogy följussunk. Az, hogy kérdésedre válaszolva, hogy lenne erre anyagi lehetőség. Mindenképpen csak akkor, hogyha a város, amit itt hangsúlyozom, jelen pillanatban is nagyon szépen támogat bennünket, és köszönjük is szépen a megyei jóváros önkormányzatának a segítségét, de sajnos sokkal több kell.
Ez már egy másik játék. Mekkora, pont ezt akarom kérdezni, mekkora különbség van akár szakmailag, akár mondjuk egy költségvetést illetően az OB1B és az OB1 között? Ugye szokták azt mondani, hogy az már egy másik kávéház, ez az igaz erre, erre az esetre is? Jó, hogy ne, természetesen. Tehát, ne számokat mondj. Nem számokat mondok. Én csak szakmailag azt tudom mondani, hogy ez az edzés mennyiség, amit jelenleg az OB1-bések végeznek, ez nagyon-nagyon kevés. Az OB1-es szintben, még a bemaradáshoz is. Arról nem is beszélve, hogy nem itt történnek az edzések. Tehát első körben ahhoz, hogy megteremtsük a fejtereket, létre kell jönni egy új úszodának. Megtarthatók itt is megtarthatók, nem arról van szó. Feltétel egy új úszoda. Az első feltétel. Második az anyagi problémákba. Hozni kell ide olyan 3-4 meghatározó játékost, akik meghatározóak lennének. Ami nem kevés pénzbe kerül. Ezeket a játékosokat ide le kell hozni Kanizsára. Itt nekik lakást kell biztosítani, nekik, családjuknak. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy itt nap mint nap ezek a játékosok itt éljenek. Magyarul profi játékosokra van. Így van. És ugye ez nem kevés pénz. Ehhez, hogyha idáig eljutna az egyesület lehetőség kapujában, akkor mindenképpen a városvezetésének nagyon-nagyon mellén kéne állni, és nekik is akarni kell azt, hogy Kanizsán legyen OB1-es vízilabda csapat. És meg hát a vállalkozóknak is nagy Kanizsán. Mert azért itt most a TAO-ról még nem beszéltünk. De fogunk beszélni, az egy külön téma lesz, de majd akkor csatlakozok majd, hogyha előtté lesz a téma. Ennek is, tehát mindenképpen hatalmas anyagi teher. Én úgy gondolom, hogy mi szakmailag mindent megteszünk azért, hogy ez sikerüljön. Úgy az utánpótlás csapataink is ennek szellemében küzdenek a bajnokságokban, ahol hangsúlyozom, nagyon jó eredményeket érünk el évről évre, holott még csak ez a harmadik év, hogy mi országos bajnokságban szerepelünk utánpótlás játékosokkal. Ami bizonyos szempontból késő, mert vegyük egy példaként a Kaposvárt, mondjuk jó példa, hogy ők úgy jutottak föl az OB1-be, hogy ők már tíz évvel előtte elkezdtek országos bajnokságban játszani gyerekekkel, és ott olyan OB1-es csapat jött létre, akik csak utánpótláskorú játékosokkal jutottak el odáig. Természetesen egy-két kivétellel. Most nem beszélve arról, hogy azóta már ugye 3 évben vannak majdnem az OB1-be, ugye igazolták ugye közben a Szécsit, meg már azért vannak idegen légiósok is, de az elején bizony ez így volt. Most ezt mi nem tudjuk még megtenni. De el fogunk jutni oda, hogy arra, amire úgymond be van ígérve a versúszod a Nagykanizsán, megpróbálunk úgy dolgozni, hogy remélhetőleg azzal fogjuk megünnepelni annak a megnyitását, hogy Kanizsa OB1-es lesz. Az mondjuk egy OB1-es nyitó mérkőzéssel akár föl is lehet azt az úszodát avatni. Akkor ez egy, mondhatjuk úgy, hogy nagyjából középtávú cél lehet. Így van. 2-3 év. Úgy gondolom, még 2-3 szezonnak el kell tenni ahhoz. És addig cseperednek a fiatalok, erősödnek, országos bajnokságban játszanak, és akiket nem visznek el, azokra akár lehet is építeni. Illetve ha egy OB1-es felnőtt csapatod van, az már megint akkor már nem viszik el, mert akkor neki is van egy karrier lehetősége, mert az OB1-ben más játszani. Pontosan így van. Ugye? Így van, az utánpótlás megtartása szempontjából is fontos. És itthon lehet tartani a fiatal kanizsai gyerekeket, és akár egy 10-15-20 éves munka lehetőséget, mert ha tetszik, ha nem mondjuk a profi sportolói státusz, persze, az munka lehetőség, persze, lehet itt biztosítani. Pontosan, van pontosan. Ebben óriási fantázia. Pontosan így van, így ezt tervezzük. Pontosan. Hát ennek egy állomása, az út egyik állomása lehet a jövő hétvégi Magyar Kupa forduló. Így van, és még, hogy bocsánat, hogy közbevágok, meg kell említenem még egy dolgot, amit most volt a hétvégén egy torna, az első Szavária Kupa, amit a Szombathely rendezett. Ugye ők most kerültek fel az OB1-B-be, és megnyertük ezt a kupát. 5 méteresekkel a Szombathelyt megvertük, és így lettünk első helyezettek, úgyhogy az első sikerünk már ebben a szezonban megtörtént. 4 csapat vett részt ezen a tornán, a Szombathely, a Hódmezővásárhely és a Kaposvár, meg a Szombathely.
és azt a tornát ezt megnyertük. Na lám, van a magyar vízilabdában, ugye a legelső heti adásban beszéltünk az olimpiáról, meg az ötméteresekről, van a magyar vízilabdában olyan csapat, amelyiknek megy az ötméteres. Hát nekünk igen, akkor összejött. Gratulálok, ez egyébként teljesen jó. Mindezekből, meg a jövő hétvégi Magyar Kupa fordulóból, meg gondolom lehet egy olyan mentális és szellemi erőt is összegyűjteni a fölkészülés legvégén, ami akár egész ősszel kitarthat, szakmai értelemben. Ez így van, de ez még nem lesz elég hozzá. Tehát mindenképpen fejlődnünk kell abban, hogy azért az edzés látogatottság azért sokkal komolyabb legyen, mint ahogy volt. Mert azért azt tudni kell, hogy nem lehet összehasonlítani egy OB1-B-s kupot, csapatot egy OB1-essel. Egy OB1-B-s, egy OB1-es csapat, első osztályú csapat azért 6-7 edzéssel játszik. Na most azt tudni kell, ugye ők profik. Ők profik. Na most nálunk a fiatalokon kívül ők ugye tanulnak, az idősebbek meg dolgozó emberek. Tehát nem várhatjuk el azt tőlük, hogy 6-7 edzést be tudjak vállalni. Mi a 3-4 edzést, amit tudnak ezek a játékosok teljesíteni, ami úgy gondolom, hogy évről évre jobb, mert tavaly egy olyan rendszer dolgoztunk azért ki, hogy nagyon sokkal több edzésre járnak a fiúk, és ez meg is látszott már. Az erőlétileg én úgy gondolom, hogy nincsen probléma. Tehát erőlétileg végigbírunk játszani egy mérkőzést, holott ez nem volt jellemző 2-3 évvel ezelőtt. Mindig el szoktunk fáradni utolsó negyedben. Hát ez majd itt fog kiütközni a Magyar Kupán, hogy erőlétileg hogyan állunk, amikor 2 nap alatt 4 mérkőzést kell lejátszani, és nem kicsi ellenfelekkel. Jó, de nem a Szolnokot kell megverni, ugye? Nem, ez így van, nem az a cél. De egyébként az világszenzáció az lenne. Biztos. Az világszenzáció az lenne. Biztos, hogy a fő. Meglátjuk, még az is lehet, hogy közvetítjük. Erről még majd beszélünk, meg a nézőket is tájékoztatjuk. Holnapra is várlak vissza. Önöket is természetesen. Köszönöm. Viszontlátásra. A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.